Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Vendégünk dr. Lódi Brigitta, felnőtt házi orvos, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ha ősz, akkor egyre több a légúti megbetegedések száma, és arra gondoltam, hogy beszéljünk ezekről, mert tényleg itt az időjárás is eléggé nagyon változékony. Most már bejött a hűvös idő reggelente, azért volt már, amikor 6 fok volt, de egyik reggel már csak 12, szóval kedvez ez az időjárás, a hűvös, nyírkos idő a különböző vírusok terjedésének is, de az első kérdésem inkább az, hogy az előző napokban, hetekben milyen tünetekkel fordultak a doktornőhöz így az elmúlt időszakban? Valóban elindult a légúti szezon, érezzük ezt a paciensek beteg forgalmi adataiból, amit látunk a rendelőkben. Most leginkább a különböző köhögéssel, náthával, orfolyással, torokfájással járó panaszokkal jelentkeznek a betegek. Körülbelül ez az az időszak egyébként, amikor elindul az influenza figyelő szolgálat is. Ugye a népegészségügyi szolgálat adatokat kér be találomra kiválasztott orvosi szolgáltatóktól, akik jelentik az influenza-szerű tüneteket okozó vírusok betegedési arányát azon az adott héten, és ebből szoktuk utána később hallani a híradásokba, hogy hogyan áll az influenza, van-e járvány már Magyarországon, mire lehet számítani, illetve picit ez összekapcsolódik magának az influenza elleni oltásnak az idejével is, mert már ez is folyamatban van, az oltóanyagok hamarosan kiszállításra fognak kerülni, és akkor október végén, november elején elkezdjük a lakosoknak az oltását is, aki kéri. Nátha, influenza. Mi a kettő között például a különbség? Influenza-szerű tüneteket okozó vírusokról beszélhetünk. Ebbe a családba nagyon sokféle vírus tartozik. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy ez csak mindig az influenza vírus, de ez nem igaz. Vannak parainfluenza vírusok is, és sőt, elmondanám, hogy a régen pandémiát okozó COVID vírusunk is most már egy influenza-szerű tüneteket okozó vírussá szelidült. Ugyanúgy kezeljük, ugyanúgy tartjuk számon, mint bármilyen más influenza-szerű tünetet okozó vírust. Mik lehetnek ezek a tünetek? Klasszikusan a náthára lehet gondolni, ordugulás, orfolyás, égő, fájó, torok, reket hang, köhögés, ami jellemzően nagyon sokszor száraz, rohamszerűen is tud jelentkezni, és társulhat a betegséghez láz, és a láz tüneteként természetesen ízületi fájdalom, izomfájdalom, fejfájás, általános gyengeség, rossz közérzet, szélsőséges esetben szédülés, hányingerhányás is kísérheti. Tehát ez a légúti tünetcsalád, ez valóban egy nagyon tág, szinte minden felsorolt tünet a légúti betegségek közé tartozik. Vendégünk ebben az órában dr. Lódi Brigitta, felnőtt házi orvos, és hát arról beszélgetünk, hogy itt az őszi időszakban egyre több a légúti megbetegedések száma, illetve hát az időjárás hozza magával, hogy egyre többen köhögnek akár, vagy megfázunk ebben az időszakban, de hogy például ne legyünk influenzások, és a megelőzésről beszélünk most a következő percekben. Legutóbb, amikor itt jár doktornő, akkor beszéltünk arról, hogy a lakosságnak készültek úgynevezett beteg tájékoztatóknál, azokat most elő lehet venni, mert sok-sok információt tartalmaznak, de frissítsük fel, tényleg hogyan lehet megelőzni egy influenzát. Igen, nagyon hasznosak ezek a tájékoztatók. Én is javaslom, hogy úgy járkáljanak a kedves betegeink a váróba, hogy keressék a szemükkel ezeket a tájékoztatókat. A kecskeméti házi orvosi rendelőkbe ezek kihelyezésre kerültek, és főleg a lázzal és a légúti panaszokkal kapcsolatban nagyon sok hasznos információt tartalmaz. Én mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy mennyire nagyon fontos az időben elkezdett tüneti terápiának a használata. Nyilván az, hogy én az adott vírustól mennyire fogok megbetegedni, és milyen hosszan tart ez a betegség, az az én immunrendszerem állapotától is függ, mennyire vagyok kipihent, mennyire vagyok kitéve stressznek, milyen a vitaminok használata, mennyire alszok sokat, mozgok sokat vagy keveset. Ezek az én saját immunrendszerem állapotát befolyásolják, hogy az adott kórokozóval hogy veszem fel a küzdelmet.
Ezért fontos az, hogy ha megbetegszünk, akkor esetleg maradjunk otthon egy pár napot. Egyébként is ezek a betegségek fertőzőek. Cseppfertőzéssel fertőznek. Ha én betegen elmegyek a munkahelyemre, akkor meg fogom betegíteni az ott egészségesen dolgozó kollégáimat. Ez nyilván nem szerencsés, de ugyanez a helyzet az iskolai, óvodai közösségekre is. Másrészt érdemes ilyenkor egy kicsit több vitamint, C-vitamin, D-vitamin, cinket használni, amely az immunrendszer, a fehér vérsejtek, a falósejtek működését aktiválja. Érdemes kiegészíteni tüneti terápiával ezt a kezelést. Patikában számtalan, nagyon jó vírusölő, gyulladáscsökkentő készítmény kapható, hurutoldók, orsprék, orrcseppek, tehát ezeket nyugodtan, bátran használjuk, különböző gyulladáscsökkentő készítményeket is találunk, ami a melléktüneteket, a rossz közérzetet okozó fejfájást, ízületi panaszokat csökkenti. Tehát én azt gondolom, és biztatom is a saját betegeimet, hogyha ezeket időben elkezdjük, és megadjuk a szervezetnek, hogy pihen, alszik, sok folyadékot fogyaszt, vitamindús, könnyű étrendet, sok zöldséget, sok gyümölcsöt, akkor nagyon időben és jól visszafordíthatóak ezek a laikusokként náthának gondolt tünetcsoport, amit az influenza-szerű vírusok okoznak nekünk. Időben, akár a tüneti terápia mennyi ideig tarthat, vagy egyáltalán, hogyha tényleg beleesünk egy influenzába, szeretnénk minél előbb meggyógyulni, de sajnos azért lehet, hogy egy hétig is eltarthat? Ez nagyon jó, köszönöm szépen a kérdést, hogyha jól csinálunk mindent, és a szervezetünk is jó állapotban kapja a vírust, lehet, hogy 3-5 nap alatt túl vagyunk rajta. De ez elhúzódhat akár 7-10 napig is a teljes gyógyulás. Amire nagyon oda kell figyelni, hogyha valakinek a lázas állapota 38 fok fölött 3 napnál tovább tart, minden igyekezete ellenére nem szűnik a láza, vagy sűrű sárgás, zöldes váladék jön orrából, torkából, köhögéskor, és tényleg használja a megfelelő tüneti terápiát, akkor ezek már mindig olyan figyelemfelhívó tünetek, hogy el kell menni a házi orvoshoz, segítséget kell kérni, szükség van a vizsgálatra, el kell ilyenkor azt dönteni, hogy esetleg valami komolyabb gyógyszert, netán antibiotikumot is kell alkalmazni, de az antibiotikumnak viszont nem szabad akkora jelentőséget tulajdonítani, mint sokan gondolják, ahogy a műsorvezető úr említette is, hogy elmegy az orvoshoz, kap egy gyógyszert, holnapra már jól van, ilyen nem igen van. Tehát rá kell szánni az időt, és a megfelelő terápiákat, az immunrendszernek a támogatását használva ki kell várni, és igen, lehet, hogy 7-10 nap is, mire ebből teljesen meg tudunk gyógyulni. És ugye említettük ezeket a beteg tájékoztatókat, nem csak a rendelőkben, hanem online is elérhető, igaz? Igen, igen. Annak idején ez több fórumon is megjelent. Próbáltuk nagyon sokféle módon ezt szétterjeszteni, és remélhetőleg több orvos kolléga ezt akár a saját betegeinek a részére biztosítani tudja, akár PDF formátumban is. Nyugodtan kérdezzenek rá, a kedves betegek, el lehet ezt kérni. Tényleg érdemes akár a családban egy-egy példányt tartani, és aktuálisan, amikor egy probléma előkerül, akkor ezeket érdemes átolvasni, mert tényleg nagyon jól összeszedetten, összefoglalva leírtuk, hogy mire érdemes odafigyelni, és mikor van az, amikor orvosi segítséget kell már kérni. Dr. Lódi Brigitta felnőtt házi orvos a vendégünk, és van még pár percünk, és a védőoltásról is beszéljünk, mert így az influenza időszakban előjön, hogy influenza ellen felvetjük a védőoltást, mondom, idén is lesz erre lehetőség, meg ugye említettük itt, hogy a Covid már megszelidült, erre van még védőoltás? Nincs. Tehát igazából az a védőoltás, amit annak idején kampányszerűen szerveztünk, és buzdítottuk a lakosokat, hogy minél többen vegyék föl, úgy gondoljuk, hogy azt a védőoltást egyelőre emlékeztető oltásnak felvenni nem érdemes. Az én tudomásom szerint nincs is jelenleg most COVID-oltás. Azt gondoltuk akkor, amikor ez a pandémia volt, és amit most látunk is, hogy a vírus szervezett
szelidül, egy influenza-szerű betegséget okozó vírussá fog alakulni. Nyilván a vírus is alkalmazkodik a környezetéhez, tehát elképzelhető, hogy egy hasonló fejlesztésű oltással lehet majd emlékeztető oltásokat fölvenni, mint ahogy az influenzával is csináljuk. Ugye minden szezonban ősszel a védőoltás kérdése az egy aktuális kérdés. Felvegyem, ne vegyem, ajánljuk, nem ajánljuk, mit ajánlunk. Tehát én azt gondolom, hogy minden 65 évét betöltött betegünknek érdemes felvenni, különösen, hogyha a krónikus betegséggel kezeljük, magas vérnyomás, vércukor, szívérendszeri betegségek tartoznak ide, vagy daganatos megbetegedések, vagy minden olyan betegség, ami olyan immunterápiát kap a beteg, ami a saját védekező képességét csökkenti, vagy olyan munkahelyen dolgozik gyerekek között, óvodába, iskolába, ahol különösen ki van téve a különböző vírusos és egyéb fertőző betegségeknek. Itt én mindenképpen ajánlom az évenkénti oltásnak a felvételét, ez nem kötelező, ez egy opcionális lehetőség. Házi orvosnál lehet vele élni, lehet ezt kérni, meg fogják kapni október végén, november elején most is a házi orvosi szolgálatok ezeket az oltásokat, és el fogja minden orvos kezdeni szervezni az oltás beadását. Ilyenkor érdemes egy kicsit elgondolkodni, főleg a 65 évnél idősebbeknél a tüdőgyulladás elleni védőoltás beadására is, és egy picit én érinteném itt a szamárköhögés kérdését is, ugyanezt most azt látjuk, hogy elcsendesülni látszik ez a helyzet, de van jelentősége bizonyos korcsoportokban, és például terhes kismamáknál az utolsó trimeszterben annak is, hogy felvegyék a szamárköhögés elleni védőoltást a betegeink. Az védőoltás, az influenza az, ami elérhető támogatással, és az érintett populáció meg tudja kapni ezt ingyen a házi orvosánál. Ha valaki ezt a tüdőgyulladás elleni, vagy szamárköhögés elleni védőoltást szeretné felvenni, azt a házi orvostól kérni kell, hogy írja föl, gyógyszertárba meg kell vásárolni, és utána a házi orvos ezt beadja. Van, amikor önkormányzati támogatással szokott lenni tüdőgyulladás elleni védőoltási akció, erről most én nem tudok, de mindenképpen ettől függetlenül érdemes élni az egyéb alternatív oltási lehetőségekkel is. Mindenki konzultálja meg a saját házi orvosával, és közösen meghozzák azt a döntést, hogy az adott betegnek milyen védőoltást és hogyan érdemes felvenni. Nagyon szépen köszönöm dr. Lódi Brigitta felnőtt házi orvosnak, hogy itt volt velünk és eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.